Amikor a függöny felgördül, a térben az ember eltörpül. Figyelmes nézések több száza behatol a színpad odvába. Ott benn a tünemények suhognak, lámpás éjszakában ragyognak, a színek fémessé szépülnek, szavakból paloták épülnek. Nem szűnik a játék varázsa, távozóban nézünk egymásra, mert egymásban látjuk a jámbort, aki a játékban király volt. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim, azaz tartalmas, szórakoztató és felemelő estét. Az elmúlt percben Vörös Sándor Vers a Színházról című versét hallották. Én Elek Tibor vagyok, irodalomtörténész kritikus, a Békés Csabai Jókai Színház kiadásában megjelenő Bárka című folyóirat főszerkesztője. Azt a megtisztelő felkérést kaptam a Magyar Művészeti Akadémiától, hogy állítsak össze egy színházi estét, a 60-as, 70-es években betiltott színdarabokból. És mondjak is hozzájuk néhány eligazító mondatot. Ez utóbbit csupán néhány percben megtenni nem könnyű. Olyan darabokat választottam, amelyek a magyar drámairodalom legjavához tartoznak, és amelyek egyetemes érvényű fogalmazásmódjuk révén nem csak a 60-as, 70-es évek nézői számára kínálhattak revelatív élményt, hanem mindmáig érvényes mondani valókat hordoznak. Korszakunk az 50-es évek mélypontjai után a konszolidáció időszaka mind a társadalomban, mind a művészetekben. Ahogy a társadalom, úgy a magyar írók többsége is elfogadta azt a mozgásteret, amelyet a korabeli kommunista-szocialista diktatúra pártvezetése felajánlott nekik. Legalábbis a közéleti megnyilvánulások terén. Ugyanakkor legjobb íróink műveikben igyekeztek tágítani szabadságuk szűkre szabott korlátait. Igyekeztek beszélni olyan kérdésekről is, amelyeket a cenzúra egyébként tiltott, de amelyeket a magyar társadalom, a magyar nemzet jövője szempontjából fontosnak ítéltek, például a zsarnoki hatalomnak alávetett ember lehetőségeiről. Az Ablakmosó című darabot, amelyből először részleteket láthatunk, az abszurd dráma első magyar alkotásaként is bátran számon tarthatjuk. Mészöly Miklós 1957-ben írta, egy évvel a forradalom vérbefolytása után. 6 évig kéziratban hevert, majd 1963-ban megjelent a Jelenkorban, és ez a folyóirat főszerkesztőjének, Tüskés Tibornak az állásába került. Közvetlenül a megjelenés előtt a Miskolci Színház stúdiójában éjszakai előadásban is bemutatták, de a második este után betiltották. Nem véletlenül. Mészöly Miklós a művéhez írott korabeli jegyzetében még azt hangsúlyozta, valószínűleg kényszerűen is, hogy a darab általános érvényű téridőben játszódik mindenütt, ahol a magánélet nem egyensúlyos kapcsolatba kerülhet a külső hatalommal. Se kapcsolat embertelen és pusztító lehetősége, vagy éppen emléke s megismétlődése ellen próbál katarzisztikusan tiltakozni. Radnóti Zsuzsa egy 2000-es tanulmányában már a metafizikai szorongásélmény konkrét történelmi vonatkozásairól is szólhatott. Az Ablakmosó fiatal házaspárjának látványos és gyors megtöretésében nem nehéz felismerni az 1956 utáni félelembe dermedt ország létállapotát, megfélemlítettségét. S mindez egy álomszerű közegben zajlik, ahol a falak átjárhatók, az ajtók bármikor kinyithatók, magyarázatok, motivációk nélküli események zajlanak a színen, és ebből a rémálomból nincs felébredés. Az Ablakmosó a maga idejében lázadó és lázító mű volt, és azzal irritált, hogy zavarba ejtő és kínos példázatot mesélt el az ember szégyenteljes megtöretéséről és megtörhetőségéről. Nézzük meg azt a jelenetet, amikor a fiatal pár idéjébe
váratlanul, hivatlanul betörő ablakmosó szétzilálja a kapcsolatukat, és nem különben a házmester és a házmesterné viszonyát. Maga miért jött ide? Ez csuda. Úris, azt álmodtam, hogy színházban vagyok. Pedig ritkán járunk színházba. Tominak 5. éve nincs szerződése. Nem is tudom, miből élünk azóta. 5 év, nagy idő. Jaj, pedig hogy tud játszani az én Tomim? Csak látnák, hallanák egyszer. És tudják, mivel bocsátották el a színháztól? Egyik reggel behívták az irodára, és azt mondta neki az igazgató. Sajnálom, de a mi darabjainkban nincs szerep az ön számára. Ön túlságosan komolyan veszi önmagát. Istenem, hát már ez is bűn. Én igazán nem értek hozzá, nem akarok beleszólni, és nem is kérdez meg engem senki. De azt az egyet tudom, hogy Tomi nem alkuszik. Ő aztán biztos, hogy nem. Tomi! Tomi! Hol lehet ilyen soká? Jaj, tudom már. Biztosan lement a boltba zsemléért. De most már jönnie kell. Most már biztos itt lesz mindjárt. És én még össze se raktam semmit. Hiába, az ilyen kis lakással is van ám gond. Különösen ilyenkor reggel. De én szeretem. Szeretem, ha gond van vele, így valahogy jobban a miénk. Tomiban is az a legkedvesebb, hogy olyan ügyetlen itthon. Minden szana széthagy, lejt, meg összetör, aztán kétségbe esik. És legközelebb megint ugyanúgy csinálja. És hogy miket ki nem tud találni? Múltkor azt mondta egyik reggel, sose felejtsd el szívem, hogy mi ketten vagyunk egy kicsi világegyetem. Igen, ilyeneket mond. És még azt is mondja, mindig arra gondolj, drágám, hogyha ez a kicsi világegyetem felrobban, olyanok leszünk, mint csiga a háza nélkül. És csak mászkálunk össze-vissza, és minden hozzánk ragad. Piszok, meg szemét, és a végén nem is ismerünk egymásra. Tomi nem költő, de nagyon szépen tudja mondani az ilyesmit. És megígérte, hogyha megszületik a kislányunk, akkor a meséket is ő írja majd neki. Lesz kicsi házi színházunk, csak meghívottak részére, és minden darabban én leszek a főszereplő. A mi házunk, a mi színházunk. Ki is mondta ezt? Ki is? Biztos Tomi, csak ő mondhat ilyen kedveset. Azt hiszem, jön már. Mintha ajtó csapódott volna. Kukucs, Annika éhes. Annika éhes. Annika semmit se tud. Tomi, mi történt? A fészekbe kakukk tojást tojtak. A fészeknek szűkek a perspektívái. A fészek olyan szűk, hogy meg kell fulladni benne. A kakukk tojást a magunkéval együtt ki kell költeni. Ezt megkívánja a korszerű áldozatosság. Csaltuk eddig magunkat, és most bűnbánatot kell gyakorolnunk. Ezt megkívánja a korszerű áldozatosság. Azt hittük, legalább a föld biztos a lábunk alatt. De szempontjaink porosak, mint Irma néni hagyatéka. Ismételd el te is. Tomi, hogy beszélhetsz így? Nézd, mennyi ember! Ja, ez csak olyan körítés. Nem kell komolyan venni. Jó estét! Ha itt vannak, hát itt vannak. Véletlenül alakult így. Nincs mit titkolnunk előttük. De Tomi, hiszen az előbb még te is. Alig egy órával ezelőtt. Egy hazug komédiát játszottunk. Bekötött szemmel fogócskáztunk. De mostantól nyitott szemmel a célba rövünk. És aki a porondon marad, azért a mennyek országa! Megrémítesz. Nem ismerek rád. Én sem magam.
Beszélj, mi történt? Majd ők. Látták, hallották. S ha már itt vannak, legalább tanúskodjanak. Ők még csak ezután kerülnek sorra. Nem értem. Egy szót sem értek az egészből. Ugyanannyira értem én is. De hidd el, hogy így van. Sőt, mély értelme van. Nézd rám. Ugye tréfálsz? Attól félek nem. Tomi, én félek. Mondd, mitől félek? Ugyanannyira félek én is, csak eddig hátat fordítottunk neki. Miért nem küldted el azt az embert? Te erős vagy, emlékszel, mikor megházasodtunk, félkarral hoztál fel az emeletre, így, kinyújtott karral, mintha egy cserépvirágot tartanál. És? Látta valaki? Csak én. Na ugye? De hiszen éppen az volt benne a szép, hogy senki más. De csak próbáld elmesélni! Hogy én! Ezekkel a karokkal, ezekkel a sovány karokkal, ezekkel! Nem is lehetett igaz! De igaz volt, én tudom, ez nem elég. Attól félek, nem. Anni, mit látsz magad körül? Hogy mit látok? Mit látsz? Azt kérdezem! Hát... A lakásunkat, a bútorainkat, az állólámpát, a Dédma marcképét, meg azt a tóparti képet, amit te is úgy szeretsz. De mit akarsz ezzel? Nem! Semmit! Miért titkolózol? Nem vagy őszinte, Tomi. Erre csak. Gyújtsd fel az állólámpát. Tessék. Nagyszerű. Te gúnyolott. Te nem hiszed többi. Csak próbálom, hogy milyen lesz. Mikor? Holnaptól kezdve. Holnaptól? Vagy mától, nem mindegy. Vigyázz, neki mész a falnak! Vagy jobb is, ha gyakoroljuk előre. Nézd csak körül. Pusztaság! Egy átkozott bútordarab sincs sehol! Kivéve a heverőt, hogy több kedvünk legyen szaporodni. A Dédma marcképe a falon csak agyrém, én találtam ki. Beléd diktáltam, hogy elhiggyük, mi sem vagyunk olyan ágról szakadtak, hogy nekünk is vannak őseink. Aztán az ajtók, meg a többi. Dajka mesék! Közönséges egyszobás kripta! Igen. Nem érzed a kripta szagot? Magunkat zártuk be ide, megóvni a személyiségünket. Bagatell mániák! Ezt olvastad? Ja, persze, hogy nem olvastad. Pedig ez is hozzátartozik. Minden hozzátartozik! Az is, hogy öregszel, drágám. Még sosem mondtam? Nem. Most mondom. És őszülsz. És szarkalábak nyílnak a szemed alatt. Tudom, hogy viszered van. Tudom, hogy szakállas gyermeket hordozol magadban. Biceg, biceg a csöpség! Nem érzed? Mint a szuronyok hegyén lépkedne. Ahogy én bicegek, ha nem figyelek oda. Tam, ta, tam, ta, tam, ta, tam, ta, tam! Veri a dobot a csöpség! Nem hallod? Nem érzed? Vége a mesevilágnak! Ha nem látsz magadtól, visznek. Ha nem érzel magadtól, az orrodig nyomják. De vége! Elég volt. Mindent beismerek. Hazudtam, csaltam! Hallgass! Nem bírom. Mi lesz most velünk? Aminek lennie kell. Szerződést vállalok. Újra játszani fogsz? Igen. És milyen darabban? Mindegy. És milyen szerepet? Az a lényeg, hogy ne hasonlítson én rám. Az a fő, hogy kevésbé ismerünk egymásra. Tomi, te meg tudnál engem csalni? Eddig az egész világot csaptuk be, mert hátat fordítottunk neki. Szerinted az becsületes volt? Most ezért kell fizetnünk. A saját boldogságunkkal kell fizetnünk. Nem igaz! Nincs igazad!
én nem tudok érvelni, csak azt tudom mondani, amit te szoktál. De ezt már én se tudom. És ők? Ez a sok ember, aki talán éppen bennünk bíztak, velük se törődsz, hogy mit hisznek, mit gondolnak. Elfelejted, hogy mit ígértél, én nem felejtettem el. Csak olyan darabban lépek fel, amiben nincs hazugság. Amiben magunkra ismerhetünk! Ezt mondtad! És ezek a mai darabok. Mindenki nyomorék, őrült bennük, a szereplők úgy beszélnek egymással, hogy a felét se lehet érteni. Vagy azt akarod, hogy most már mi is? Mondják meg őszintén. Tegyék a szívükre a kezüket. Nem így van. Nem arra vágyik az ember, hogy egy kis reményt lásson maga előtt. És ahelyett mit kap? Iszonyat mindenütt. Őrültek és nyomorékok a színpadon, az utcán, de ez nem igaz. Nem lehet igaz. Ezért születtünk volna. Ezért rendeztük be a lakásunkat, ezért tervezgettünk annyit, hogy egy kéz mindent szétnyomja, mint valami bogarat. Mondják meg, szabad ezt? Lehet ezt? Én igazán nem kívánok sokat. Tomi, nézd rám! Most dobjunk oda mindent. Ha én nem számítok, legalább nekik mond, nézd a szemükbe, látod, hogy várják! Mit várnak? Ne félts te őket. Ma itt ülnek, holnap meg. Ott. Nyugodj meg. Holnaptól már ők is ott lesznek a színházban, ahol fellépek. És tapsolni fognak. Ők se tehetnek mást. Felháborító, ott képzelik, mi most Lander! Most már minden kiderül. Én vagyok a felelős a hasznos nyugalmáért. Ne engedd, Lajos! Íme a házmester és a felesége. A kedves védnökök. A házi oltár őrei. Végigordítozták az egész lépcsőházat, hogy megőrizzék a kedves lakók nyugalmát. Hogyan? Maguknak nincs egy szavuk se hozzá? De igen, nekem volna. Mit csinált az urammal? Ó, a kis nagyságos. Bocsánat. Azt hiszem, nekem nem kell bemutatkoznom. Nem igaz. Hazudik! Ismerem az ilyen vasárnapi betolakodókat! Nincs pénze kocsmára, aztán beállít, mint a hívták volna! Mit csinált az urammal? Csak ugyan, mi van magával? Tessék mindent őszintén elmondani, majd mindjárt tisztán látunk! Csak nem történt valami tragédia? Kérem, mondjon el mindent, amit tud valamennyiünk érdekében. Tudom, hogy nincs jogunk egymás életébe alapítani. Ezeket a rögeszméket! Egyszerűen arról van szó! Miről? Az igazságot akarom tudni! De hát... én is. Mit csinált az urammal? Könyörgöm, tartsunk rendet! Szerintem arról van szó, hogy miért ezt a pimasz frátert küldte a nyakunkra, ha valamire szükségük van. Hiszen nem vagyunk ellenségek. Na végre! Az igazságot akarom tudni. Szabad egy szó? Nem, nem! Várjon, amíg sorra kerül! Beszéljen! Köszönöm. Tudtam, hogy ön megért. Én csak egy egyszerű ablakmosó vagyok. Ma itt, holnap. Igazán nem mondhatják, hogy tehetetlen vagyok. Mert mi kell nekem? Egy vödör, egy létra, és egy darabka szarvasbőr. De az van, azt hoztam, régi, nem műanyag. Ez csak olyan fecsegés! Beszéljen! És maga? Maga miért nem beszél? Azután lementem a pincébe. Oda küldtek. És tudják, mit találtam ott? Augeas istállója. Sajnos én már nem tanultam ilyen latin meg görög dolgokat, de erre emlékszem még. Valamikor így mondták az urak. Augeas istállója. Az én pincém. Ahová csak rajtunk keresztül lehet lejutni, megtiltom, nincs joga hozzá. A mi közös pincénk. Tomi. Nem értem. Mire jó ez? Mit akarnak ezzel? Talán rendben. No. Beszéljen már. Mit csinált az urammal? Éppen hatodszor tetszik kérdezni. Számoltam.
De becsület szavamra semmi. Isten bizony. Én csak az ablakhoz kerestem ezt meg azt. De hát tudhattam én, hogy éppen ott tartják a létrájukat, ahova belépni sem mernek. Most már csak arra volnék kíváncsi, hogy maguk mit tartanak az ő padlásukon. Mi egymás nyugalmát tartjuk tiszteletben, nem úgy, mint ön, meg ön. Értem. Szóval, maga még soha nem járt a pincében. És maga sem a padlásuk. Még nem. A mi közös padlásunk. És nem is fog menni, nincs ott semmi keresni valója. Itt maradsz, megértetted? Na tessék, még a házat se akarják ismerni, ahol laknak. Hát nem különös. Egyáltalán egymást ismerik? Hogyan? Micsoda kérdés ez? Privát, nem szakmai, semmi köze az ablakhoz. Nos, még mindig úgy érzik, hogy ismerik egymást. Hiszen tudhatnánk többet is egymásról. Mit akar az urammal? Hát, nem arról volt szó, hogy tisztázzuk. Csak nem képzeli, hogy az én uram, Tomi! Na tessék. Ha történetesen nincs szükségem vödörre és létrára, mindez ki se derül. Ez szófacsarás, ez bujtogatás, kérem, ez egyszerűen bujtogatás. Ez a ház eddig is megvolt minden közösködés nélkül, és ezután sincs erre semmi szükség. Kérem szépen, a rendelet különben sem szabályozza a használat mikéntjét, és most az időpont nem alkalmas arra, hogy új rendeleteket tegyünk. Ez nincs joga, én fellebezek, én fellebezek, kérem. Már később. Semmi értelme, hogy áltassuk magunkat. Mindez igaz volt tegnapig, de nevetséges mától kezdve. Nincsenek titkai. Ahhoz nyúlnak hozzá, amihez csak akarnak. Szabad az út a padlásra? És a pincétől sem tilthatnak el minket. Hiszen nem is magát. Magának bármikor, szívesen. Ez a legkevesebb, amit megtehetünk. Meg kell ismernünk egymást. Milyen kedves ember! Ez megőrült! Tomi! Nyugodj meg, drágám! Fizetnünk kell! Vagy értsd, ahogy akarod. Nekem már rémlik. Hogy újra megtaláljuk egymást. Újra megtaláljuk. Lajos, te soha nem mondasz nekem ilyeneket! Megőrült, ez megőrült! Nem, akkor holnap. Jönnek és ránk törik az ajtót, felállítják a létrát, de most végre magunkért, egymásért! Egymásért! Te ringyó! Lajos! Újra kell kezdenünk mindent, drágám! Hallod? Ezt figyeld inkább! Ezek megőrültek! Le kell szállnom a pincébe. Rajtunk keresztül. Nincs joga, megtiltom, visszajönnek a szavakkal! Ne hallgasson rá, kicsit szenilis szegény! Szépen alakul. Azt mondta, szenilis. Súgni se kell, úgy fújják a leckét. Igazán nem volt szép magától. Miért nem maga jött mindjárt? Miért ezt a csúnya embert küldte? Takarodjon! Kikérem magamnak, ezzel engem is sért! Hogy beszél a feleségemmel? Te ringyó! Menjen, takarodjon! Ki akarta tudni az igazságot, én vagy maga? Na, mit szól? Ugye igazam volt. Kell egy kis felfordulás, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz. Az a nagy békesség se tesz jót. Tomi, segíts! Igen, segítek! Bocsánat. Azt hiszem, itt már nincs szükség ránk. Elmehetünk? Igen. Igen. Hallották? Nem én mondtam.
továbbiakban a Kétfejű Fenevad című Vörös Sándor darabból láthatunk néhány részletet. A zseniális költő 1972-ben írta meg művét, és a két részes darab első fele a következő évben a Pécsi Jelenkorban meg is jelent. Csak hogy felsőbb utasításra, azaz párt utasításra, valószínűleg Acél György, a korszak meghatározó kultúrpolitikusa személyes utasítására a Pécsi Színház aktuális műsortervéből már ki kellett venni a darabot, és a próbákat le kellett állítani. A teljes szöveg csak 10 évvel később, 1982-ben jelent meg a Szombathelyi Életünk című folyóiratban, és ezután már különböző színpadi bemutatóira is sor kerülhetett. Spiró György szerint, aki az eddig született legjobb magyar drámának tartja a darabot, Vörös eredeti, sosem volt, megismételhetetlen formát talált fel, semmiféle drámai példát nem követett, művét a nyugat-európai színházi formák utánzására beállított magyar színház a mai napig nem is tudta tisztességesen, tehát hatásosan előadni. A valóban több rétegű, több szólamú, a színház a színházban dramaturgiát is alkalmazó, abszurditásokban, humorban és iróniában gazdag, nyelvében is rendkívül összetett, egyéni stílusimitációkkal, archaizálásokkal élő, szatirikus jellegű történelmi panoptikum, ahogy a szerző határozta meg darabja műfaját, 1686-87-ben játszódik, a magyarországi török világ végnapjaiban, jórészt Pécsett. S miközben a keleti és a nyugati nagyhatalom között hányódó kompország szereplőinek konkrét, kényszerű vagy önkéntes alkalmazkodásait, köpönyek forgatásait, túlélési mimikrieit mutatja be, mai kifejezéssel élve, politikai korrektséget nem ismerve szólt a 70-es évek nézőjéhez, de szól önökhöz is, a történelemről, a magyar sorsról, a magyar emberről, a zsidó emberről, a hatalomról és a neki kiszolgáltatott ember viszonyáról, sőt, még a férfi és a nő viszonyáról is. Az első felvonás végéről származó jelenések, ahogy a szerző határozta meg műve részleteit, Ibrahim, a török, pécsi török kádi, aki eredetileg pozsonyi zsidó kereskedő volt, házában, házaiban játszódik, ahol rövid időre menedéket talál a színjátszást és a női nemet igen kedvelő Bornemisza Ambrus református prédikátor, és még sokan mások is.